Rátóti legényekről, hanem a Rátóti asszonyokról fogok önöknek elmesélni egy nagyon tanulságos történetet, amit úgy higgyenek el, ahogy az megtörtént. Méghozzá nem is olyan régen, Rátóton. Nagy felháborodás volt. Az asszonyok békétlenkedésével kezdődött. Nézzék csak! Elég volt a nők elnyomatásából. Úgy van, nincs is hát így jól elrendezve. De nincs ám. Minden tehető nekünk, asszonyoknak. Duplán mért a jó Isten. Hát igen. Egész nap lótunk, futunk. Nincs megállás még este se, mert akkor meg ott vannak a gyerekek. Egyik éhes, másik szomjas, a harmadikat fürdetni kéne már. Az ember meg a kocsmába idogál. Hát nincs ez rendjén, de nincs ám. Úgy van. De akkor még nem is beszéltünk a szülésről. Minden terhet a nyakunkon viselünk. Nincs az így jól, de nincs ám. Ne békétlenkedjetek, asszonyok! Jól rendezte el a jó Isten. Hát fogadjátok el, úgy, ahogy van. Nem úgy van az, Mári néni. Én már arra is gondoltam, hogy a férfiakat jobban szereti az Úr, mint minket asszonyok. Tudjátok mi? Menjünk el magához a jó Isten, és parasztoljuk el neki a dolgot. De legalább a szülést, azt mondjuk el. Elment az asszonyné magához az Úristenhez, és elmondták a bajukat. A jó Isten megvakarta a kobakját, aztán így szólt. Jól van, asszonyok, legyen, ahogy ti akarjátok. Most a férfiaknak adunk egy kis ízelítőt a szülésből is. Hadd tudják meg ők is, mennyit szenvednek az anyák, amíg a gyermekeket világra hozzák. Szóval, ezután, ha az anyák szülnek, akkor az apák fajútni fognak. De aztán meg ne bánjátok, amit kértetek most. Menjetek! És ezzel az asszonyok hazaindultak. Na mit mondtam? Ugye érdemes volt elmenni. Elég, csak meg ne bánjátok! Jaj, Mári néni, mindig csak az öregek tapasztalatom. Látja, még a jó Isten is meghallgatott minket. Próbáljuk ki, úgy van-e, ahogy gondoljuk. Most várandós a jegyzőné, menjünk el a házába. Jegyző uram, még szervezt a gyereket. Den csak az örömök, a killódásból is kijut nekem. Úgy is van, nekem is van három fiam. Egyiket se adták ingyen. Ha jól belegondolok, még mindig jobban jár a férjem. Mert az enyém csak 9 hónap, az övé legfeljebb 9 óra. Közben, ahogy így beszélgettek, elérkeztek a jegyzőik házához. De nagy a csend, pedig már túl van az időn. Ha jól látom, a tiszta szobában igen nagy a sírni és forgás. Már ott van a bába. Nem, Dajkár, erre is szó.
ez idő alatt már apa is lett. Mit mondott a ló? Az anyák sülnek, az apák vajon. Fél igazság, mondom én fél igazság. Mondtam én, hogy a férfiakat jobban szereti az anyák. Hát ez nem igazság, de nem más. Így lett, hogy ezután Rátóton kinek szégyenére, kinek becsületére vált a szülés. Hanem egy idő után az asszonyok újból megjelentek az úr színe előtt, és sírva kérték, hogy legyen minden úgy, ahogy azelőtt volt. A Jóisten megbocsájtott nekik, és visszarendezte a dolgokat. Thank you.
következik. Hogy mennyi igazság tud lenni egy ilyen üvegben? Jegyző úrunknak megszületett a gyereke. Mondják, apa lett? Nem biztos. Maradjunk ennyibe, nem biztos. Valami biztos. Jegyzőneje anya lett. És a kocsmárod saj jóba lesz. Erre iszunk. Hát ennek üres. Nem kínálom meg önöket. Thank you.
tessék maradni egy picit, egy okerebele, meg a csokit átvezetni.